Tegnap sok új hír érkezett Avgyívka irányából. Itt az oroszok az Avgyívka mögötti mezőkön keresztül nyomultak előre, és megpróbáltak átkelni a Durna folyón, hogy áttörjék a következő ukrán védelmi vonalat. Amint arra korábbi jelentésekből emlékezhettek, miután az oroszok elfoglalták a mezőkön fekvő településeket, megpróbáltak minél több helyen átkelni a folyón. A legtöbb ilyen átkelőhely az ukrán Szemenyivka település környékén található. A térségben tartózkodó ukrán és orosz katonák egyaránt állítják, hogy az oroszok aktívan próbálják áttörni az itteni ukrán védelmet és hitvőállást létesíteni a településen. Oleksandr Szirszki, ukrán főparancsnok nemrég kijelentette, hogy az ukrán erők teljesen lecserélték azokat a csapatokat, akik korábban már több mint két éve Abdívka irányában harcoltak. Ez lehetővé teszi az ukrán alakulatok számára azt, hogy regenerálódjanak és újra teljes létszámot érjenek el, ezzel is készen álljanak egy újabb harcra. Emellett az újonnan érkezett ukrán dandárok kipihenten és harcra készen érkeztek a frontra, hogy visszaverjék az orosz támadásokat. A folyó mögött az ukrán védelmet jó úthálózat támogatja, ami jelentősen javítja az ukrán logisztikát. Ez nem csak a lőszer, a sebesültek és az erősítés könnyebb szállítását teszi lehetővé a frontra és a frontról, hanem az ellentámadásokat is könnyebbé és hatékonyabbá teszi az ukrán védők számára. Az oroszok támadási vektorai meglehetősen korlátozottak, gyakorlatilag csak a folyón található átkelőhelyekre szorítkoznak. A támadások előkészítéseként az oroszok a nemrég elfoglalt Orlivka településen vonják össze erőiket. Az ukránok, hogy megakadályozzák ezt az erőkoncentrálást, két különböző taktikát alkalmaznak. Először is a drónoperátorok FPV drónokkal és a tüzérségi csapatokkal együtt figyelik és megsemmisítik a településen felfedezett orosz egységeket és állásokat. Az ukránok több mint egy tucat geolokalizált harci videót tettek közzé, amelyek az orosz gyalogság, járművek és rejtek helyek elleni hasonló támadásokat mutatják be. Másodszor az ukránok meglepetésszerű ellentámadásokat hajtanak végre a településen, lesbőm támadva az orosz gyalogosokat, akik úgy gondolják, hogy ők kizárólag támadásban vannak. A jól ismert harmadik rohamdandár geolokalizált harci felvételeket tett közzé, amelyeken az látható, hogy hogyan készítettek elő és hajtottak végre villámgyorsan egy ilyen támadást. Ennek eredményeként megsemmisítették a megcélzott orosz állást, és sikerült biztonságban visszavonulniuk, mielőtt a többi orosz reagálni tudott volna a támadásra. Mindazonáltal egy, a térségben tevékenykedő ukrán tiszt kijelentette, hogy úgy tűnik, hogy az orosz erők képesek legalább részben pótolni és megerősíteni ezeket az elvesztett különítményeket. Az oroszok valószínűleg tranzitpontként használják a régi Avdiivkai vegyi üzemet, ahonnan gyorsan meg tudják erősíteni a frontvonalhoz közelebb eső állásaikat. Az avgyívkai vegyűzem jelentős védelmi előnyt biztosított az ukránoknak a városért folytatott harc során. A masszív ipari szerkezet, a sok helyiség és pince kiváló fedezéket nyújt a tüzérségi tűz és a drónok ellen. Az oroszok látszólag ugyanúgy használják ezeket az adottságokat, mint egy előretolt hadműveleti bázist az északra és nyugatra irányuló támadó műveleteikhez. A térségben tevékenykedő ukrán katonák azt állították, hogy az oroszok aktívan lőtték állásaikat 120 mm-es aknavető lövedékekkel a soron következő támadás előkészítéseként. Ugyanakkor az agresszor Orlivkában is elegendő erőt összpontosított ahhoz, hogy aztán számos támadást indíthasson a folyón keresztül. Orosz katonai bloggerek azt állítják, hogy ezek a támadások sikeresek voltak. Állításuk szerint csapataik megerősítették állásaikat a folyó nyugati partján, és délről behatoltak Szemenyivka első épületeibe. Más orosz katonai bloggerek szkeptikusabbak voltak, és azt állították, hogy miközben az oroszok behatoltak Szemenyivkába, az ukránok aktív ellentámadásokat indítottak az állásaik ellen. Az ukrán erők később geolokalizált harci felvételeket tettek közé az orosz támadások több hullámáról. Az első hullám hat páncélozott járműből és nagy számú gyalogosból állt. Az orosz páncélosok először is a lehető leggyorsabban áthajtottak a mezőkön és a folyó átkelési pontján, ezzel is megpróbálva elkerülni az ukrán tüzérségi tüzet. Ez a mutatvány a videón szereplő járművek közül kettőnek nem sikerült. Ezeket az ukránok tűzérséggel kapcsolták ki. Egy harmadikat drónnal tettek működésképtelenné. A megmaradt orosz páncélozott harcjárművek kiszállították a gyalogságot a település déli részén, és folytatták az előrenyomulást, oldalba támadva az ukránokat, és tűztámogatást nyújtva az orosz gyalogságnak. Az ukránok erre válaszul tüzet nyitottak az orosz járművekre, megsemmisítve a maradékot. A geolokalizált felvételeken ezután továbbra is ukrán drónok által a településen állást foglaló orosz gyalogságra ledobott gránátokat láthatunk. Eközben az ukrán drónkezelők újabb orosz páncélozott szállító járművekre lettek figyelmesek, amelyek aztán az orosz gyalogság újabb egységét rakták le a település déli részén. Ezeket az ukránok azonnal tüzérségi és drónok által ledobott gránátokkal iktatták ki. Egy neves orosz katonai blogger megerősítette, hogy az ukrán erők ellentámadást indítottak szemenyívka déli részén, amely szakasznyi rohamcsoportokból állt tüzérségi támogatással. Megjegyezte azt is, hogy az oroszok nehezen tudják tartani állásaikat szemenyivkában, mivel az ukránok nagy számú drónnal támadják állásaikat. Az ukrán erők geolokációs harci felvételeket is közzétettek, amelyeken látható, hogy Orlivkában továbbra is támadják az oroszokat. Az ukrán harmadik rohamdandár egy orosz gyalogos csapatot kazettás bombákkal, egy orosz gyalogosokkal teli garást nehéz FPV kamikáze drónnal, és legalább kilenc további orosz gyalogost FPV drónokkal találtak el. A volényi határőrség drónoperátorai a település szélén menedéket kereső orosz gyalogság egy csoportját is eltalálták. Végül a harmadik Rohamdandár drónoperátorai Orlivka központjában egy jelentős orosz lőszerraktárt is megsemmisítettek, súlyos utánpótlási zavarokat okozva a további orosz támadásokban ebben az irányban. A támadásokat követően orosz katonák egy csoportja közzétett egy videót, amelyben azt állítják, hogy az egész századukból csak ők 15-en élték túl a szemenyívka elleni támadást. Ehhez képest egy orosz század általában 150 katona körüli létszámmal bír. Ez azt jelenteni hogy ennek az orosz századnak a jelenlegi túlélési aránya 10 százalék, és valószínűleg még tovább fog csökkenni, ahogy az ukránok tovább vadásznak rájuk. A katonák azt is állították, hogy a parancsnokaik dezertálással vádolják őket, amiért nem hajlandóak további támadásokat végrehajtani. Összességében az orosz állítások a területi nyereségről és a folyó feletti hídfőállásról túlzóak. Az orosz jelenlét a folyót nyugati partján ideiglenesnek tűnik. A nyugati parttól létrehozott hídfő megtartása rendkívül nagy kihívásnak tűnik, és ilyen alacsony túlélési arány mellett a hídfő kiterjesztése ekkor még lehetetlennek tűnt. Az ukrán ellentámadások és dróncsapások sikeresen megállították az orosz előrenyomulást, és teljesen megsemmisítették az orosz támadó egységeket. A helyzet jelentős változása nélkül az oroszok továbbra is képtelenek lesznek végrehajtani egy jelentős áttörést a folyón. Végül, ami a jelentések Ukrajnából testvércsatornái elleni masszív kibertámadást illeti, a YouTube végre kivizsgálta az ügyet. Visszaállították mind a 16 csatornánkat, amelyeket korábban töröltek, demonetizáltak vagy valamilyen vélt szabályszegés miatt korlátoztak. Annak ellenére, hogy a csatornákat helyreállították, a bot tevékenység még mindig jelentős a csatornáinkon, ahogyan azt a komment szekcióban is észrevehetitek. Ezért kérjük, hogy mindenképpen iratkozzatok fel oldalainkra a Telegramon és a Twitteren. Így még ha a YouTube csatornánkat ismét törölnék vagy korlátoznák, ti akkor is figyelemmel kísérhetitek rendszeres taktikai frissítéseinket. A jövőben a taktikai jelentésekben használt, cenzúrázatlan harci felvételeket a Telegram csatornáinkon fogjuk közzétenni. Ezt már korábban úgy is sokan kértétek. A leírásban találjátok az összes linket a közösségi média oldalainkra.